Hello, sziasztok! Nikolaus vodka, a Zafír. Csináljunk bőle valami mixet, mert ezt teszteltük. Megfogod? Úgyhogy nagy hasam bele legyen. Kéne valami mérce pohár, vagy? Vagy csak szóljunk? Szerintem kéne valami pohár, amire lehet nézni. Hogy mindig elérjük ugyanazt a keverési arányt. Így szerinted ez sok, mit tudom én. Ez maximum beugunk. Ez csak egy sima vodka szóda lenne. Mert ebből állítólag jó lesz. Szóda. Citrom. Elég édes így. Ilyenkor szoktak csalni. Hány egészségedre? Szerintem ez nem lesz rossz. Ennyi? Nem. Ez az a vodka szóda. Vodka szóda. Egészség. Hideg. Nem elég citromos? Istenem. Jó. Hát persze, mert tancatával indítottunk. Bele kéne nyomni a citromot? Igen. Ugye? Egy kis vodka. Olyan, mint a sima víz. Na, ez vodka szóda. Hát én ezt értem. Mindjárt megtaláljuk az arányokat. Na most. Talán jó. Ha mindegy üdítő. Olyan istenem. Mit tegyünk bele? Tantra. Nem tudom. Menta? Ott van kint. Van mentám. Hát el nem szárad. Az elszárad. Száraz menta. Pedig az illen. Meghoztam a házi mentát. Egész friss. Igen. Ezt szerinted? Jó íze lehet. Ez most elszívni lehet. Rothadó. Rothadó, szerintem ez nem hát kell bele. Hát a végének van mentaszaga. De nem, ezt nem kéne szerintem. Kicsit öntözhetted volna. Hát öntöztem én attól rohadt el. Szerintem még citromot tegyünk bele. Ha már másunk nincs. És ott nincs, sok fűszered van. Kis zellert, vagy? Hm. Mire gondolsz? Javul? Nem? De, kicsit. Jaj. Ez már így túl édes. Ha már elegendő édesítő van benne, meg citrom, akkor jó, még a citromot bele kell nyomkodni. Tényleg van, mint a limonádé. Hát de az a lényeg, nem? Hát nem. Vodka limonádé. Hát a vodka szóda az meg az eleje volt, amikor semmi íze nem az volt. Az a baj, én még nem ittam vodka szódát, és nem tudom, mihez hasonlít. De, most ittál, az elején, most. Amikor nem volt semmi íze, csak egy üres víz. Hát jó. Ez így egy finom limonádé, de így az egész iható. Figyelj. Na most nézd. Hát vagy most azt tudjuk még csinálni, hogy iszunk egy töményet. Hogy még iszunk egy tömény vodkát mellé. Az nem jó? Kicsit jobb, hogy benyomtunk. Ugye? És a tömény vodkával tónánk, és ezt innánk rá. Az hülyeség? Na. Akkor még pohár. Mert téged nagyon szeretlek biztos. Szóval, hogy egy kis vodkát tisztán előtte, és akkor utána már jó lesz, nem? Hm? Az a baj, hogy ne se érzem, hogy ez se erős. De. Csak nekem nem. Igen, az a baj, hogy nincs benne elég vodka. Igen, én inkább ide beöntöttem volna. Akkor még ebbe öntsünk vodkát, és akkor jó lesz. De akkor már nagyon beállunk, hogyha ezt megisszuk, mert az észrevétlen lesz, nem? Te kiérő. Azt hittem, azt is belöntöd a tiédbe, és hogy már jó is.
Na, hát akkor elértük a maximumot szerintem. Aha. Igen, így már jobb. Na, így már olyan, mint egy pia. Most még annyi, hogy ha itt vannak ezek az édesített vizek, de hát ha még egyet megiszunk, akkor már nagyon besokalunk. Szerintem ezekkel finom, mert ezeknek jó íze van. Mit találtál? Magot. Kis aranyásó. Itt találtál valami értéket? Van. De várj, akkor ezt így nyilatkoztasd ki. Na milyen? Nem lesz a kedvencem. Nekem sem, mert ez egy olyan semmi. De azért jó az így pogácsos üdés. Nyáron jó visítő italja. Uh-huh. Meg lehet inni. Végül is meg lehet inni. De semmi extra. Az a baj, hogy a Jack Danielshez vagyunk szokva. Meg a Tátra teához. És úgy, ahhoz képest a színvonalban. Jócskán alatta van, de pia-pia. Na, ha megittad, keverek egy ilyet. Hogy, ilyenből. Egy kevesebbre. Ne? Nem akarod megkóstolni az ilyen ízesített víz? Jó. Hogy ne? Megnézem, mi van még. Várják, azt most találjuk fel újra, mert vizabó kimaradt. Most a Nikolauszt félretesszük, és jön az Ubrovka, Bison Grass. Igen. Ugyanígy, mert annak van íze. Igen. Csak hát arról szólt volna a videó, hogy ebből mit lehet csinálni. Hát ebből semmit. Vagyis hát lehet bármit, de nagyon íztelen. Hozom a Bison Grass-t. Mert mondjuk egyessel írják, hogy szerintem ez Bison Grass. Bivajfű. Jobban, bivajfűves vodka. Akkor most egyet csináljak, azt hiszük meg ketten, mert nem boldogulsz azzal, hogy... Na, hogy felreálljunk. Na, várjál, rögzítsének. Hát ennek már eleve már a szaga más, hogy ez már mennyivel minőségibb. A disz-citrom bennmarad. Az a baj, hogy... Ó, még van citrom. Ezt kell bele. De ne sokat, most ne. Ne. Mi sok ne? Citromot ne rakjál, ugye? Ne. Hát de attól volt íze, nem? De olyan limonád is volt. Ezt most már kinyomkodom. Úgyis csak a dísz miatt van benn. És ugyanúgy tegyek vele minden, csak most közelére mosom. Uh-huh. Már hogy följelik az érességérzete. Én ez lehet, hogy inkább egy narancsot tettem volna, mivel az a vodka az olyan, mint egy sütemény. Na, most a kicsit sűrűbbre is kevertem. Hát, megkóstolod égés föld. Azért a Bison Grass. Uh-huh. Ez sokkal finomabb. A nagyságrendekkel, hogy Nikolaus elvérzett. Szerintem ez az a fér. Mondjuk a sima Zubrovka viala is ilyen, ez a bivajfüves, ez valami nagyon. Ebből nem lehet rosszat, ez töményen is finom. Ugye? De így meg Isten, tényleg jó. Ugye, hogy nagyon ott van? Mi ebből a tanulság? Vonjátok le magatok, iratkozzatok fel, sziasztok!